A nagyobb miskolci cégek is támogatják a szakképzést. Szerintük nem csak szakmát, hanem karriert és jövőt is kapnak tőlük a diákok. A Bosch régóta partnere az Andrássynak, de a Fuchs-szal és a Joysonnal is egyre szorosabb az együttműködés, sőt, már a Lufthansa is megkereste az iskolát. A Kandót pedig a duális képzésen kívül a Lego robot versenyben is támogatja a Joyson. Gratulálok! Mégis van még egy láda. Ez a két láda Legókkal és a programozást segítő eszközökkel volt tele. A Joyson ezúttal így támogatta a Kandó Kálmán informatikai szakgimnázium Lego robotika csapatát. A cég szerint támogatásukkal nem csak szakmát, hanem karriert és jövőt is kapnak a diákok. Nálunk van lehetősége ezeknek a gyerekeknek nyári szakmai gyakorlatot tölteni duális képzésben, akár szakközépiskoláról, akár egyetemi képzésről beszélünk részt venni, illetve ha úgy alakul, akkor tudnak hozzánk jönni, akár diákmunkásként is dolgozni. A Kandó 16 tanulója vesz részt duális képzésben a Joysonnál ebben a tanévben, de a Lego robot verseny felkészítésében is komoly segítséget kapott a cégtől az intézmény. Ebben az évben egy újfajta együttműködést kezdtünk el, mivel mi indulunk egy csapattal az FLL, a First Lego Robot versenyen, és itt támogatókat kerestünk, és találtunk is a Joyson személyében, és nem hogy csak anyagi támogatást nyújtottak, hanem a szakembereik foglalkoztak is, kommunikációs tréninget tartottak tanulóinknak ott a gyár területén. A Kandó Kálmán szakgimnáziumban informatikai és villamosipari elektronikai ágazatban képeznek diákokat, szeptembertől pedig meghirdetik a távközlési ágazatot is. Az Andrássy Gyula gépipari szakgimnázium és szakközépiskolának is komoly céges kapcsolataik vannak. A Bosch régóta partnerük, de a Fuchs-szal és a Joysonnal is egyre szorosabb az együttműködés. Nagy öröm számomra, hogy a Miskolcra most betelepülni szándékozó Lufthansa technik is már megkereste az iskolánkat, és valószínűleg olyan képzési formák is fognak indulni nálunk, amely a Lufthansa technik szakembereinek az utánpótlását fogja szolgálni nálunk itt az Andrássyban. Hozzátette, olyan képzési formát tudnak majd indítani, ami a cég szakembereinek az utánpótlását szolgálja majd.